Szeretettel köszöntök mindenkit a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. És először is a vendégek részéről Alexis Brandt, illetve játékos, illetve a csapat vezetőedzőjét Milos Pavlovicsot. A Penac részéről pedig Gémes Alap Nikolettet és Meszlényi Robertet. Okay. First of all, I'd like to turn to you. You had some incredible moves during the game. Did you enjoy it? I did. It was a lot of fun. My teammates gave me a lot of confidence going into the game today. Azt kérdeztem, Alexis Brandt, hogy a mérkőzés során volt egy-két hihetetlen megmozdulása, élvezte a mérkőzés, és mondta, hogy igen, nagyon jó volt, és ráadásul a csapattársai is sok bizalmat adtak neki. Aztán igazán jó volt a mérkőzés. Niki, az első negyedben hoztál extrát, és akkor úgy tűnt, mintha ez amíg a végéig tartottam, de valahogy az egész csapat talán leült, és főleg a fél időknek a második felébe. Érződött nagyon Simének a hiány szerinted? Igen, azt éreztem ezen a mérkőzésen, hogy hiányzott egy ember a rotációból. Nagyon el is fáradtunk a végére, de a legbosszantóbb az, hogy így is nyerhető meccs lett volna, csak a saját butaságaink miatt nem tudtuk ezt a mérkőzést hozni, viszont legalább ezen tudunk dolgozni majd, de abszolút azt éreztem, hogy a saját utazságaink miatt történt ez a vereség. Okay, Mr. Pavlovich, it was a very important victory for you, I think. Yes, this victory is huge and we know it. Maybe that was some kind of pressure for my players because we know that we are not in a good situation in Hungary Championship, so we needed this Florida. He's very tough and rough always. I played here before against Željko, still Adriatic League many years ago, so I know how it is. And I think that we play a very bad game for 30 minutes, 10 minutes maybe it was on our level. We need to think about ourselves and to improve more for sure. Congratulations to the girls because it's important when you play bad and you don't score the shots that you usually score to win a game against this good team. So, congratulations to my players. Congratulations for the fair play from the opponent. So, that one, nagyon fontos győzelem volt számukra, hiszen meglehetősen rossz helyzetben áll jelenleg a csapat. És ez a győzelem annál is értékesebb, mivel a nagyjából 30 percig kifejezetten rosszul játszottak, és talán összesen 10 perc volt az amit értékelhetőnek, hogy a csapat szintjének elfogadhatónak tart. És tudja, hogy mennyire nehéz itt játszani, hiszen még az Adria Ligában annak idején Jack Hogy a kicserenében itt megmérkőzött, úgyhogy tudta, hogy nehéz feladat vár rá ebben a csarnokban. És úgy láttam, hogy a Pelac a maga részéről mindent meg is tett, meg lehet is a dolgokat. És gratulált is az ellenfélnek, minden játékosoknak, mint a vezetőedzőnek, de a saját játékosoknak is, hogy viszonylag rossz játékkal mégis sikerült győzelmet elérni. És akkor most a Pelac vezetőedzőjéhez Meszlényi Róberthez fordulnék. Azt láttam a mérkőzésen, hogy igazából nem volt kiemelkedő teljesítmény ma a csapatban. És akadt egy-két talán gyengébb is, és ezt nem bírtuk el. Igen, voltak gyengébb teljesítmények közben, bár azt mondom, inkább hullámzott a játékunk. Megpróbáltunk fölkészülni a Győr nagyon erős a palánk alatt, és azt gondolom, hogy ameddig bírtuk erővel, addig meg is tudtuk oldani a magasaknak a posztvédését, de végre elfáradtunk, és ott sajnos én azt mondom, hogy a Győrre palánk alatt vernek minket. Illetve egy ilyen csapatot, mint a Győr, ahhoz, hogy meg tudjunk verni, ahhoz teljes keret kell. És ugye a Simi, illetve én azt gondolom, hogy nekünk szükségünk lenne egy külföldi játékos, egy négyes poszton. Egy teljes kerettel tudnánk ilyen meccseket úgy játszani, hogy végig tudjuk bírni, és még tudjuk nyerni. A Győr egyébként sajnos kezd föléledni. Nyilván a tabella az csalók, hogy ilyenkor nagyon rosszul kezdték a szezont, ez egy nagyon erős csapat, és hát én gondolom, hogy ők szépen fognak menetelni fölfelé a tabellán. Még egy kicsit várhattak volna ebből a jó játékkal egy-két fordulót, de hát nyilván ezt még nem tudjuk meghatározni. Gratulálom nekik, ők is nagyon jól játszottak egyébként, én azt gondolom, kihasználták az erősségeiket, és ebben le tudtak minket győzni. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdés esetleg?
nincs, akkor thank you very much, and köszönjük a lehetőséget.